bocsátni a lényeg a sorcsai. Az a sorcsai. Az a hármas a tárhegy, ez pedig a szabadság egy törökugrató, erre megy ki az okkupája. Az a nagy épület, az meg, az nem tudom eredetileg minek épült, talán te bandit tudod. Kolostornak, ott az Kolostornak, igazad van, persze. Azért lett az Ávónak a kémkéző központja, 56. Most az? Hát, hogy most 56-ig az Ávónak volt a rendőrtiszt. Az a törzső. A Szorony-tól. Szorony mellett egy hatalmas épület. Igen. 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 Még nem. Most hajózunk be tulajdonképpen a kikötő fő belső két öbléhez. Ez a bejárata az öbölnek. A sodorvonal itt eltávolodik a parttól. Valószínűleg azért jelölték ki ezt a bejáratot a könnyebb kikötés érdekében. És azért ugye délfelé folyás irányal ellentétesen, hogy könnyebb legyen behajózni. Így tudom, hogy így hallottam. Most ebből a bejáratból két öböl nyílik most. Most a történelmi sorrendet megfordítva elmegyünk a felső öbölhöz. Az alsó kereskedelmi medencét az 1928-ban teljesen képesítették. Ez a felső medence a 30-as évekkel alakult ki, igazán. És ugye akkor névváltozást is alkalmaztak a kikötőnél. A 20-as években budapesti vámmentes kikötő volt, a vámmentes jelettől tagadott, és miután a Punta Franco funkciót elérték nemzetközileg, a szabad kikötői funkciót, azt követően kapta Budapesti Nemzeti Szabad Kikötő nevet. De erről eszembe, hogy üdvözölnöm kell két kikötői veterán, megtalálta, hogy minek nevezelek benneteket. A fővérnök úr nem tudom, hallja le, a Ronyai úr, ugye? Igen. A kikötő főmérnöke megtisztelt a társaságunkat, egy nagyon kellemes, magas úriember, most nem tudom megmutatni, mert lent van, Isten értesse, és itt ül köztünk Kenyeres Vince barátunk, aki ennek a tárháznak volt a főnöke 30 évig. Na de jellemző a korszakra, tegnap voltunk egy rendkívül kedves az utódot, de nem ismer még téged. Az ismereteidre nincs szüksége, biztos betéve tudja az egészet, úgyhogy mi a fenének. Most Kenyeres Vincének még egy másik érdeme is van, hogy ő érteti a sportegyesületét a kikötőnek, amelyik most volt 75 éves, a Vince csak 38. Igazi kétszer. Ugye 75 éves volt a kikötő sportegyesület. Kérem szépen, nagyobb forgalma van ennek az egyesületnek, amit nem támogat a kikötő, ugye nem támogat a nyugilag, vagy épp hogy. Mind a részeget, a feleséget. És ebben az egyesületben nagyobb sportélet van, mint a Cseperestében. Ez az ő dicséretük, a Csepereszti utódjának a szégyene. Na hát most fordulunk be a kikötőbe, illetve a kikötő második öblébe, ez az úgynevezett ipari medence, amely igazán a 30-as évekre készült el, de még a 80-as évek idején is még a medence túlsó oldala nem volt teljesen beépítve. Azért nevezték ipari kikötőnek többek között, mert például az úszóműhely is itt volt. Olyan úszájra épített műhely volt, aztán kettő is, ha jól emlékszem, amelyikben teljes géppark működött hajójavításra és honvédelmi célokra is. Ezen kívül a legkörnyezetszennyezőbb termékeket itt rakták ki. Például a mangán kirakodás volt itt, amit aztán erősen kifogásoltak, sokan mi is többek között.
és az ipari termékek tömegáruk kirakodása itt folyt, ebben az öbölben. Ezen az oldalán a 70-es években alakították ki a konténertároló telepet. Először Közép-Európában ebben a kikötőben. Egyébként évtizedeken keresztül a legfejlettebb és legmodernebb kikötője az egész közép-európai Kárpát-medencei Duna szakasznak ez volt. Ma már azt hiszem, hogy a pozsonyi sokkal modernabb és fejlettebb. Ennek összetett oka van, ebben nem mennék fel, mert összefügg a vízi erőépítéssel is. Összefügg, hogy sem befejezem is a figyelet. Ez a konténer terminál, ez most tovább bővült. Egy kis olyan érzése van az embernek, mint a valamelyik világkikötőben járna Nyugat-Európában vagy Dél-Amerikában. Ugyanazok a feliratok vannak.